Augusztus első hetében ért véget az új látás képzőművészeti tábor Kölesden. Az alkotók többek között ilyen képeket készítettek az egyhetes program során. Könyv Kata, a tábor vezetője azt mondja, a szép környezet mindenkire inspirálóan hatott. A volt vármegyeháza udvarán rendeztük be a kiállítást, tekintve a jó időre, illetve arra, hogy mégis minket is ez a tér inspirált. Tehát, hogy itt alkottunk egy hétig, és így kontextusba kerülhet a helyszín az adott művekkel. Az új látástábor a területi és településfejlesztési operatív program keretében valósulhatott meg, a helyi identitás és kohézió erősítése pályázat részeként. A tábor célja az volt, mondja a Tolna megyei önkormányzat aljegyzője, hogy a művészeket közelebb hozza egymáshoz és a Tolna megyében élőkhöz. Ez a pályázat, ez 2021 tavaszáig 3 éven keresztül fut, és 8 település részvételével, közösségfejlesztési, irodalmi, képzőművészeti, zenei és értéktári vonalon valósítjuk meg a programjainkat. Az új látástáborban 8 Tolna megyei elszármazott alkotó dolgozott egy héten keresztül, közülük 7 festéssel foglalkoznak, és egy szobrász is bemutathatta alkotásait a kölesdi vármegyeházán.